A repülőtér, ahol a menetrendet az apály és a dagály határozza meg, futópálya a Fővenyen. A repülőtéren van tűzoltóautó természetesen, de van egy vízi rohamcsónak is. 1300 méteres pálya a mesterséges szigeten, amit 140-160 fős gépek használnak. Minden fékerőt, ami van, azt ráadunk, utána majd a fékek szépen leülnek. És két légikikötő a világ tetején. Terrain ahead. Páró, ahol a megközelítés során 5500 méteres hegyláncok között a völgyekben manővereznek a pilóták, és a hegymászók reptere a nepáli hegyi faluban, ami minden szempontból viszi a prímet. A lejtés egész hajmeresztően néz ki, nem beszélve arról, hogy a pályának a völgyfelüli végén egy hirtelen leszakadás van. Tehát kicsit olyan, mintha egy repülőgép anyahajóról szállnának föl a repülőgépek. Négy a világ legveszélyesebb repülőterei közül, helyek, ahová nem ajánlott kezdőutasként jegyet venni. Európa szélén járunk. Extrém és romantikus. Terminál épület és irányító torony van, akár csak földi oldali parkoló és tűzoltóbázis. Valami azonban hiányzik. A futópálya. Igazából az is van, csak időnként víz borítja. Amikor az apálykor visszahúzódik a tenger, akkor egy strandnak tűnik. Itt landolnak a menetrendszerű járatok, amelyek a külső Hebridák egyik legnépszerűbb szigetére, Barrára hozzák a turistákat. Ezek a szigetek meglehetősen kopárak, az időjárásuk meglehetősen mostoha. Ennek ellenére csodálatos természeti környezetben vannak, gyönyörű tengerpartokkal, nagyon szép régi épületekkel, minimális lakossal. Itt működik a világ egyetlen strandrepülőtere, ahol a menetrendet az apályhoz és a dagályhoz kell igazítani. A járatok a strand Fővenyén landolnak, miután visszahúzódott a tenger. A repülőtér épülete előtt egyébként érdekes módon három pályairányt is kijelöltek. Ez a három pályairány arra szolgál, hogy ezek a kis, könnyű, nem túlságosan erős repülőgépek, ezek lehetőség szerint bármilyen széljárás mentén le tudjanak szállni erre a Fővenyre. Sok speciális repülőtéren vezettek be különleges eljárásokat, hogy mire kell figyelni egy-egy járat érkezése előtt. Gibraltárban például lezárják és letakarítják a futópályát keresztező négysávos főutat. Orlandóban az időnként a betonon tanyázó aligátorokat kell lezavarni a pályáról. Barrán a tengerpartot élvező látogatókra kell ügyelni, és természetesen nekik is figyelniük kell a repülőtéri jeleket. Ezen a tengerparti Fővenyen nagyon gyakran szép időben turisták és kagylógyűjtők mászkálnak. Azonban őket táblák figyelmeztetik, hogy nagyon figyeljenek arra, hogy mikor húzzák föl a szélzsákot, mert hogyha a szélzsákot fölhúzták, az azt jelenti, hogy repülés üzem kezdődik, és akkor mindenkinek el kell hagyni ezt a területet. A repülőgép természetesen olyankor száll le, amikor apály van. Ilyenkor a tengerparti Fővenny érdekes módon nagyon kemény, szépen csillog a nedves homok, de nem süllyed el benne a repülőgép. És a forduló idő 15-20 perc, aztán jön a dagály, és lehet látni olyan felvételeket az interneten, amikor a repülőgépet úgy rakodják be, hogy a rakodó ember, amikor berakja az utolsó podgyászdarabot, térdig áll a vízben. És aztán a repülő nekifut, hatalmas vízcsóvát hagy maga után, kiemelkedik a vízből és fölszáll. Lassan 85 éve, hogy megnyitották a barrai repülőteret, ahol az utóbbi időszakban évi 10 000 utas fordult meg. A jegyárak Glasgow és Barra között 30 és 60 ezer forint között mozognak, időszaktól függően. A strandreptér óriási szerepet játszik a Hebridák idegenforgalmában, valamint a helyiek ingázásában. Erre a repülőtérre egyetlen légitársaság üzemel, a Logan Air. Korábban a Flybe színeiben repült, most már a saját színeivel jár, és Twin Otter típusú repülőgépet használ. Más nem is lenne alkalmas erre a célra. Érdekesség, hogy az említett Logan Air üzemelteti a 60-as évek óta a világ legrövidebb menetrend szerinti járatát az Orkney-sziget csoport két tagja, Westray és Papa Westray között, ahol a repült idő 70-80 másodperc között szokott lenni, de vissza Barrára. A repülőtéren van tűzoltóautó természetesen, de van egy vízi
rohamcsónak is, egy mentőcsónak, amire akkor lenne szükség, hogyha a repülőgép mégiscsak a vízre szállna le, vagy a vízből nem tudna jól felszállni, ha túl hamar jön a dagály. Ezek a fövenyes pályák, amiből mondtam három található, 680 és 840 méter közötti hosszúak, tehát itt is csak egy nagyon rövid pályáról van szó, és természetesen kizárólag nappal használható a repülőtér, kizárólag jó látási körülmények között. Pedig már Rio és a Santos Dumont repülőtér. Ide pozícionáltuk az Aeropark szimulátorában az A320-as Neót, nem véletlenül. Santos Dumont repülőtere Rio de Janeiro-ban a világ egyik leghajmeresztőbb repülőtere. A repülőgép könnyű, mégis nagyon kevés marad a pályából, amikor elemelkedünk a zsebkendőnyi földnyelvről. Ennél már csak a megközelítés és a leszállás izgalmasabb, mindjárt meg is mutatjuk az eljárás leglátványosabb szakaszait. Nagyon rövidek a pályái, összesen 1300 méter hosszú pályákról beszélünk, és a megközelítés útvonala az metszi a cukorsüveghegyet. Tehát a híres cukorsüveghegy abszolút pályatengelyben található, a pályáktól nem is túlságosan messzire, úgyhogy az ilyen irányból történő megközelítéseknél a pilótáknak konkrétan ki kell kerülni a cukorsüveghegyet, és úgy kell szinte beesni erre a repülőtérre. Be is esünk rögtön a repülőtérre, de előtte szétnézünk a környéken. Természetesen napjainkban már nem ez Rio fő repülőtere, egyébként a fő nemzetközi repülőtér nincs olyan messze Santos Dumonttól, ahogy az ember felszáll, és mi elkezdjük a fordulót, egyből föltűnik az új repülőtér, az új nemzetközi repülőtér, ami egyébként egy másik szigeten, egy másik földnyelven lett kialakítva, és természetesen lényegesen nagyobb forgalmat bonyolít. Santos Dumontról még annyit érdemes tudni, hogy miután nagyon pici a területe, ezért nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák az óránkénti gépmozgások számát, hiszen a kapacitás meglehetősen limitált. Most a vírus helyzet előtti időszakban ez úgy nézett ki, hogy óránként legfeljebb 19 járatot tudott kezelni ez a repülőtér, de már azt is meglehetősen cipőkanalasan. A repülőtér 1930 óta létezik, akkor még hidroplánokkal bonyolították le az utasszállítást, ezért egy gyönyörű, koramodern, építészetileg mind a mai napig nagyon izgalmas terminálépület épült a hidroplánok számára. Ez az épület ma már műemlék, és a brazil légierő múzeumát rendezték be benne. Ez a gyönyörű hidroplán terminál mindössze 1938-tól 42-ig üzemelt, ugyanis közben a szárazföldi repülés, a szárazföldi repülőgépek nagyon fejlődtek, és hamarosan kiszorították a hidroplán utasszállítást. A repülőtér először egy 700 méter hosszú pályával kezdte meg működését, amire egy U-52-es szállt le először, egy Junkers 52-es, mint egy utasszállító, mint az első komoly utasszállító repülőgép. Aztán megnövelték a pálya hosszát, egészen 1300 méterig. Ennyit engedett az a mesterséges sziget, amit a tengeröből föltöltésével hoztak létre. Tehát gyakorlatilag egy mesterséges félszigeten található ez a repülőtér. Annyira kompakt, hogy az egész repülőtér területe 18-szor beleférne a Ferihegyi repülőtér területébe. Miután egyáltalán nincsen végbiztonsági zóna, ahol egy túlfutó repülőgép biztonsággal megállhatna, ezért a pályákat különleges gondossággal tartják karban. Hosszanti rovátkolással és nagyon jó vízelvezetéssel van garantálva az, hogy lehetőleg vizes körülmények között is maximális legyen a fékhatás. Nagyon sok baleset fűződik ehhez a repülőtérhez. 1938 és 2005 között 11 olyan baleset történt, aminek halálos áldozatai is voltak, de azért ezeknek a baleseteknek a nagyobb része nem köthető ahhoz,
hogy a repülőtér megközelítése nehéz, vagy hogy nagyon rövid a pályája. Az iskolakör keretében most vagyunk hosszú falon, ami azt jelenti, hogy párhuzamosan repülünk a meglehetősen rövid futópályával, és most gyönyörűen látható, hogy mennyire nem klasszikus és mennyire nem normál a megközelítés erre a repülőtérre. Alattunk a sűrűn beépített város a toronyházakkal, jobbra mellettünk az a hegy, amelynek a tetején a Krisztus szobor található, balra előttünk a Cukorsüveghegy, Rio egyik ikonikus magaslati pontja, és most, hogy átjöttünk ezen a hegygerinc nyúlványon, elkezdjük a süllyedést tovább, de nem lehet ész nélkül, mégpedig a toronyházak miatt. Viszont most kezdődik az a forduló, amit nagyon ügyesen kell végrehajtani, mert ha az ember túl sodródik, akkor egyből a Cukorsüveghegynek csapódik. Ha túl korán fejezi be, akkor itt van alattunk a kikötő, és rögtön, amint befejeztük ezt a nagyjából 180 fokos fordulót, már irányba kell lennünk, különben nem fogjuk elkapni a futópályát. Kemény becsapódás, impact landing, és utána lefejelik az előttük lévő üléstámlát. Minden fékerült, ami van, azt ráadunk, utána majd a fékek szépen lerülnek. Ma 1328 méter hosszú a futópálya itt Rióban. A legnagyobb repülőgép, ami ide járhat, az az Airbus A320 Neo, de abból is az a verzió, amelyik fel van szerelve a Sharp nevű rendszerrel, az a Short Airfield Performance-ot jelzi, vagy jelenti. A klasszik A320-asokból pedig, tehát a CEO-ból pedig az A319-es a legnagyobb, amin üzemelhet. Úgy tudjuk, hogy nincs a világon olyan repülőtér, ahol ennél rövidebb pályára ilyen repülőgépek üzemelni tudnának. A tengerpartról pedig irány a hegyek közé. Bizonyos listák a világ 5. legveszélyesebb repülőtereként emlegetik a butáni párót. A pálya nem is annyira rövid, nagyjából 2000 méter. Ami izgalmassá és különlegessé teszi, az az, hogy a repülőtér a tengerszint felett 2200 méteres magasságon helyezkedik el, és 5500 méteres hegyláncok veszik körbe. A megközelítés során ezért az Airbusok és az ATR-ek hosszasan a szűk, kanyargó völgyekben manővereznek. Külön érdekesség, hogy az utolsó szakaszon a butáni pilóták egy része egy rövid imát is elmorzsol, mintha az az ellenőrző lista része lenne. Mi sem bírtuk megállni, hogy ne repüljük le az igencsak kacifántos eljárást a szimulátorban. Ez a Bután egy egészen különleges hely, egy kis ország a Himalája keleti lejtőin. A területe alig egyharmada Magyarországénak, és 700 ezer lakosa van. Az, hogy ilyen kevés lakos van benne, az természetes, hiszen egy nagyon hegyes himalájai országról van szó,
ahol ugyanakkor a magassági különbségek teljesen extrémek, mert a legmélyebb völgye, ami már az indiai határ felé vezeti át a folyókat, az 90 méterrel van a tenger szintje fölött, ugyanakkor 7600-7700 méter magas hegyek a legmagasabb hegyei. Meglehetősen zárt közösségről van szó, ami az utóbbi időszakban kezdett nyitni a világ és a turisták felé. 1999-ig a televíziót sem ismerte ez az ország, nem volt adás és nem volt tévékészülék sem. 99-ben döntött úgy az akkori király, hogy a modernizáció útjára lépnek, bevezették a televíziós adásokat, és azt remélik, hogy ezáltal a gross national happiness, vagyis az a társadalmi összboldogság értéke majd megnő ebben az országban. Bhután összesen 3 reptérrel rendelkezik. 2 épp, hogy alkalmas a belföldi forgalom lebonyolítására, páró viszont nemzetközi légikikötő. Azok a pilóták, akik ide repülnek, csak külön engedéllyel tehetik ezt meg. Sokáig mindössze 10 pilóta rendelkezett a világon megfelelő jogosítással. Ma már valamivel többen vannak, de nem sokkal. Csak az utolsó másodpercekben egy kanyar után bukkan ki előttünk a repülőtér. Ilyen körülmények között természetesen például ILS leszállítórendszert sem lehet használni. Nincs honnan bevezesse a repülőgépeket. A szokásos 10 tengeri mérföldes végső egyenes helyett itt 2 tengeri mérföldet sem éri el a végső egyenesnek a hossza. Korábban a BA-146-os volt a leggyakoribb látvány a párói repülőtéren, napjainkban jellemzően ATR-ek, Airbus A320-asok és Boeing 737-esek járnak ide. 1968 óta működik ez a repülőtér, de eleinte csak az indiai hadsereg használta és csak helikopterekkel. Aztán elkezdtek pályát építeni, és megépítettek először egy olyan pályát, amire a Dornier 228-as repülőgép le tudott szállni. Ez 83-ban történt. Aztán meghosszabbították a pályát 90-ben a mostani közel 2000 méter hosszra, és attól kezdve az Airbus A319-es, sőt, egészen frissen egy Airbus A320 Neo is csatlakozott a flottához. Tehát ezekkel a repülőgépekkel tudják használni ezt a repülőteret. Amikor megérkezett a British Aerospace 146-osa 1988-ban, akkor a helyi fő láma határozta meg a leszállás pontos időpontját, a repülőgép pontos beállítási helyét, a forgalmi előtéren a repülőgép orrának az irányát parkoláshoz, tehát nagyon komolyan vették és nagyon nagy ceremóniák zajlottak. Tőlünk 100 kilométerre van a Monteverest, 50 kilométerre pedig a Kanchenjunga, és ugye ezekről tudjuk, hogy ezek 8000 méter magas, vagy 8000 méter fölötti magasságú hegyek, tehát nem lehet csak a legközelebbi repülőtér az légvonalban, innen 50 kilométerre van körülbelül, de az út az 1 óra, mert ki kell kerülni az egész Himaláját ahhoz, hogy ide visszajussunk. És akkor most jött el az a szép pillanat, hogy már a hegycsúcsok alatt vagyunk, süllyedünk be a völgybe, és azért egyértelműen látszik az eljárásból, hogy itt szépen követi a pontokat a repülőgép a megközelítés során automatikusan, de aztán eljön ez a lélektani pillanat, amikor az utolsó szakaszon, ha tetszik, ha nem, le kell venni a robotpilótát, tehát ott mindig kézzel kell lejönni. Így van, ennél a repülőtérnél nincsen automatikus leszállás, nincs is ILS rendszer, ami ezt lehetővé tenni. Mégpedig azért nincs, mert a leszállás előtt a futópálya végső egyenesén van keresztben még egy földnyelv, ami pont útban lenne az ILS-nek, meg az egyenes leszállásnak, tehát az utolsó pillanatban még egy kurzlit kell csinálni. Közben megjött az ilyen helyeken szokásos figyelmeztetés. Így van, talaj előttünk, már szólt mindjuk a repülőgépből, nem tudja még, hogy el akarunk fordulni, de mi tudjuk, ezért figyelmeztet a biztonság kedvéért, hogy figyeljünk oda, mert előttünk van egy hegy. Az utolsó és egyben legizgalmasabb szakasz. Azt hiszem, hogy ez az a rész, amikor örül az utas, hogy nem lát előre. Bár mondjuk nem tudom, hogy milyen lehet az élmény csak oldalról kinézve. Viszont itt a folyót követve gyönyörűen kell besüllyedni. Vannak bizonyos tájékozódási pontok, amit a térképek is feltüntetnek, hogy mely épületet kell figyelni. Kicsit a repülőtér hol előtűnik, hol eltűnik, de most már egyértelműen látható a pálya, ez a bizonyos földnyelv, és akkor a végső egyenes, a rövid végső egyenes előtti utolsó forduló, mondhatni a lélektani pillanat most következik be.
légitársaság sem régen létezik ebben az országban. Tulajdonképpen összesen két légitársaság működik. Az egyik egy privát légitársaság, a másik pedig a hivatalos állami butáni királyi légitársaság, a Drucker. A Druckernek érdekessége, hogy tavaly avatták föl az első női kapitányt, ami ebben az országban különlegesen fontos, hiszen egy részben hindu, részben buddhista országban a nők szerepe a társadalmi lehetőségei erősen korlátozottak. És akkor jöjjön, ami mindent visz, a világ legveszélyesebbnek tartott repülőtere. Az imént bemutatott Párótól nem is olyan messze, légvonalban nagyjából 250 kilométerre található a világ tetejének közelében. A helyszín Lukla, a Tenzing Hillary Airport, ahová jellemzően azok a hegymászók érkeznek, akik meg akarják hódítani a világ legmagasabb hegycsúcsainak egyikét. A Lukla egy kis nepáli település, sok napnyi járóföldre természetesen a Mount Everest alaptáborától is, de mégis ez volt a lehető legközelebbi pont, ahol megkísérelhettek egy repülőteret létrehozni. Egyébként ez magának Hillarynek volt egy fontos projektje. Próbált is találni olyan viszonylag kevésbé meredek és kicsit nagyobb területet, ahol repülőteret lehetne létrehozni, de az mind termőföld volt, amit a helyi parasztok műveltek, és nem adták semmi kincsért. Úgyhogy aztán ezt a területet sikerült megvennie 2500 dollárért. A kicsi, de annál hírhettebb repteret 1964-ben nyitották meg. Akkoriban még betonozott pálya sem volt, a tereprendezéshez pedig szükség volt némi kreativitásra is. Földes, kavicsos pályát készítettek először, de azokat se találták elég tömörnek, és akkor a helyi történet szerint Hillary rengeteg ilyen nepáliak, serpák által készített pálinkát rendelt, meg az összes helyi parasztot odahívta egy nagy pálinkázásra, és megkérte őket, hogy mind járják a topogós táncaikat azon a területen, úgyhogy a saját lábaikkal tömörítették órákon keresztül a pálya burkolatát, helyesebben a pálya talaját, hiszen akkor még nem volt burkolt a pálya. Lukla nagyjából 500 méteres futópályája csak 2001-ben kapott betonburkolatot. A pálya lejtése egyébként 11,5%. Ez a fajta lejtés egész hajmeresztően néz ki, nem beszélve arról, hogy a pályának a völgyfelüli végén egy hirtelen leszakadás van. Tehát kicsit olyan, mintha egy repülőgép anyahajóról szállnának fel a repülőgépek. Nagyon fontos körülmény, hogy itt semmiféle komoly műszerezettség nincs, tehát kifejezetten és kizárólag vizuális látási körülmények között lehet a repülőteret megközelíteni, csak nappal, csak jó időben, és főleg kora reggel, mert akkor a szelek általában még nem ébrednek annyira föl, hogy nagyon durva oldalszelek kockáztassák azt, hogy a megközelítést meg kell ilyen szakítani. Ugyanis ez is egy olyan repülőtér, a nagyon kevés közül az egyik, ahol nincsenek átstartolási eljárások, ugyanis nincs hova átstartolni. Ha a végső egyenesen valaki rajta van, és egy bizonyos közelséget már elért a pályához, akkor már le kell szállnia. A pálya túlsó végén ugyanis hegy van. Akárcsak Butánban, itt is külön jogosításokkal kell rendelkezniük a Luklába tartó gépek pilótáinak. A feltételek ugyanakkor itt még szigorúbbak, nem véletlenül. De nem csak ezt szabályozzák, hanem azt is, hogy a helikoptereken túl mi az a négy géptípus, ami itt landolhat. STOL, vagyis Short Takeoff and Landing kategóriába tartozik. Elő van írva, hogy 100 leszállást kell végrehajtani, meg felszállást STOL repülőtereken. Másrészt kifejezetten elő van írva egy évnyi STOL repülőtéri gyakorlat Nepálon belül, és ezek után 10 járatot kell teljesíteni olyan oktatópilóta mellett, akinek megvan ez a jogosítványa Luklára. Tehát 10 luklai felügyelt oktatókapitány által biztosított leszállást is végre kell hajtani, mielőtt valaki megszerzi ezt a jogosítványt.
Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Ha pedig te is segítenéd az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek és földi járművek felújítását, újjászületését, kérjük, keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket.